Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Festetics Helikon tavernába, a Festetics családnak a egykori régi legnagyobb pincéjében. És először is engedjék meg, hogy sok szeretettel és tisztelettel köszöntsem Szepsi István urat itt a pincében. És dr. Zsuffa Ákos tulajdonos társamat, aki ma este a házigazdája lesz a rendezvényünknek. 2 éves lett a Festetics borklubunk, aminek keretében eddig az elmúlt időszakban számtalan borászt mutattunk itt be önöknek, nektek. Csak egy kitekintésként, hogy kikkel sikerült megismerkednünk az elmúlt időszakban. Bezeris Csaba volt itt vendégünk Keszthelyről, Szászi úr volt itt nálunk, Török Csaba, a Vilatolnai birtok, Kleinbacher birtok Somlóról, Badacsonyból a Laposa család, az Istvándi Gergő, az ifjú Borbély Tamás mutatkozott be. Csopakról itt volt Figula, illetve Jászdi uram, az Észak, a Villány és a Balatoni borcsatával, a Boxival. Itt volt még nálunk Konyári úr a múlt héten, a múltkori rendezvényünkön. A Légli Géza volt itt az Észak és Dél borcsatánk tekintetében, Fóli pincészet, az AXAX pincészet volt itt nálunk, és remélem, hogy nem hagytam ki senkit az elmúlt időt. De a Liszkai pincészet is, igen, és a Szeremlei pincészetet is. Nagyjából egy időben indultunk el a Bob Bistro Balatonnal éttermünkkel, és számos sikereket sikerült elérni. És külön engedjék meg, hogy köszöntsem a sarokban ülő Reményi Kálmán urat, aki a Bob Bistro-nak az egyik tulajdonosa. Kálmán egy kicsit változtatott életén és sajtmesterkedéssel kezdett el foglalkozni. Kitűnő sajtokat hozott nekünk a mai nap folyamán, amiket meg fogunk kóstolni a fogások között, illetve alatt. És ő is majd egy pár percben be fogja mutatni az elkészült sajtokat, illetve magát a sajtmanufaktúráját. És engedjék meg, hogy akkor most átadjam dr. Zsuffa Ákos tulajdonos társamnak a mikrofont. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, de elsősorban Szepsi Istvánt, és olyan, hogy eljött a pincébe, és egy borvacsorát tart most nekünk. Izgalmas és változatos területről beszélhetünk, erről sokan mindent mondtak már az elmúlt időszakban. Ugye a Szepsi birtokra jellemző az, hogy a tőkék azok nagyon, az átlag életkoruk azok nagyon idősen, 40-40 év fölötti, magasan fekvő, erősen lejtős, köves területek, amiben ugye különösen az ásványosság, a kőzetekben lévő ásványosság, kémiai összetétel az, ami fontos, és ez ami miatt egyébként úgy gondolhatjuk, hogy talán még méltóbb helye és híre lenne a tokai borvidéknek, és ezért dolgozik egyébként mindenki, aki ott él, és műveli a szőlőt és borászkodik. És én azt gondolom, a legnagyobb élmény egyébként pontosan ezek a beszélgetések. Persze a bor sem másodlagos, meg talán az az étek sem, amit most ide fogunk fogyasztani ma este. Úgyhogy hölgyeim és uraim, fogadják sok szeretettel Szepsi Istvánt. A száraz bor soha nem volt hagyományos Tokajban. A múlt rendszerben készültek egyszerűbb száraz borok, a rendszerváltás után már tiszta ízű, szép, tartályos borok. Majd 2000-től elindult egy nagyobb formátú szárazbor készítés a borvidéken, azzal a célkitűzéssel, hogy a termőhelyeknek az értékeit elsősorban szárazborban mutassuk meg, és utána tudjuk értelmezni az édesborokat, úgy mint a késői született, a szamarodnit és az aszút. Erre azért is volt szükség, tehát egy kényszer szülte, mert a világban annyira elszaporodtak a technológiailag töményített édesborok, több mint 200 borvidéket, hogy igazából édesboros borvidékeket tesznek tönkre, mint Burgenlandot, vagy Sauternet. Az óriási nagy segítség a mentőkötél a szárazborokkal érkezett, ami egy véletlen találatnak volt az eredménye. Mindig volt olyan szárazbor, de mindig egy maradék elv alapján, ami a szület végén megmaradt, és nem volt édes, az lett a száraz. És azt hitták helyben. Ez egy egész más jellegű, mint amivel ma sikeresnek lehet lenni a világon. És az első borunk úgy született, hogy 2000-ben az Urágya gyűlő, majd arról sok kép lesz.
nem lett botrytiszes, és nem szállt el alkoholban. Ez lett, aztán később legendásra vált 2000 urágya furmi, amit elkezdtünk elemezni, hogy hogy jött létre, milyen szerencsés véletleneknek köszönhette, hogy olyan lett. És ugye hát külföldi szerzőktől 96-98 pontot kapott, vagy értőktől, és elindította azt, hogy úristen, mi lehet még itt. A hagyományos tokai szület október 28-án kezdődött, és novemberben zajlott. Senki nem merte azt gondolni, hogyha egy 2013-ban, szeptember közepén elkezdünk szedni szőlőt, már elkéstünk. Tehát másfél hónappal előtte, mint ami a hagyomány volt. Ahhoz, hogy egy olyan port adjunk, ami a világ bármely borával száraz fehérben össze tud mérkőzni. Orosz példa alapján, amit Paromóban kezdtek el, máig nevetik a fickót egyébként a kollégái, úgy hívják, hogy Roberto Boerzio, elkezdtük a termés szabályozást nyári fürt ritkítással. Sokszor végezzük ezt, mert a furmit nagy fürtű és folyamatosan szabad vágni, és akkor közröhely tárgya voltam az egész országban, a szakmában. Később azt mondták, hogy szerencséje volt, ma mindenki csinálja, aki különleges minőséget szeretne előállítani, bár vannak fajták, ahol ez nem igényli, mert a kisfürtű fajták és a korábban érő fajtákat, meg egyenlő időben érő fajtáknál ez nem akkora a létkérdés, mint egy furmintnál, ami nagy fürt, nagy bogyó, vegyesen érik, későn érik. Édesborok minden más édesborral ellentétben ihatóak. Tehát az ember megkívánja a második borot vagy a harmadikat, míg ez az édesborokra egyébként a világon nem jellemző. Tevékenység tárgyát tekintve, hogy élő anyaggal dolgozni és előállítani valamit, aminek emberek, hát ha jól sikerült, hogy örülnek, hát ez engem is boldogát és örülök, tehát hogy ezért ennyi az egész jó értelemben. A klasszikus normandiai receptúra szerint készülő camembert igyekszünk úgy készíteni, nem azt és nem olyat, vagy nem azzal versenyezve, hanem azt és olyat, amit mi tudunk itt a Balaton felvidéken, de maga az alapséma onnan van. Aztán a következő sajt egy natur tejtejből készült félkemény sajt, a Balaton sajt. Ez gyakorlatilag a Dászlóshajó terméke a Vászai Sajt Manufaktúrának. Ez egy minimum 3 hónapos érlelésű félkemény sajt. 2 hét múlva szombaton is lesz egy borvacsora, ugye egy bortrió világból, ugye egy Gerett, Bók és Tifán borvacsora. Ott 15 féle bort, egy pezsgőt lehet kóstolni, illetve ott már nem meglepetés lesz a sajtválogatás, úgyhogy akinek van kedvére jelentkezni, azt nagy örömmel vesszük. Január 22-én lesz a Vince napi borparádé, mint ahogy tavaly is, ott pedig 10 borász és borokat lehet kóstolni szinte egész nap. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy itt volt, és további szép estét kívánok!